mi nagyon-nagyon örülünk. Egyrészt hatalmas sikere volt annak a szakmai előadásnak is, amelyet Markos Gábor Farkastól hallhattunk. Másrészt pedig maga a könyv is egy olyan dolog, ami mindenképpen egy hiánypótló példánya lesz itt a könyvtárunknak. Mindenképpen próbáljuk népszerűsíteni, hogy minél többen forgathassák majd ezt a kiadványt, de ugyanakkor szeretnénk nagyon vigyázni, mert ugye mégis egy egyedülálló dologról van szó. Az egy olyan tolvaj, aki nem csak a jövőnket lopja el, hanem sajnos ellopja a múltunkat is. Köszönhetően viszont ezeknek az embereknek, akik most aláírták ezt a megállapodást, mi tettünk, igenis tettünk azért, hogy a településünk múltját ne egye meg az idő. A mai naptól elérhetővé tettük az elektronikus periódika archívumban a Mindszenti lapok 776 füzetét, és ebben a munkában segítenek bennünket a szegedi kollégák, akik a Nemzeti Könyvtár gyűjteményében nem megtalálható Mindszenti folyóiratok digitalizálásában segítenek nekünk. Együttműködünk minden olyan önkormányzattal, intézménnyel, amely azt szeretné, hogy a helyi vonatkozású kultúrkincseket digitális formában őrizzük meg az utókornak. We'll be right back.
mert ugye elhangzik a legfontosabb szó, hogy az olvasó nélkül nincsenek jó könyvek, igazából jó történetek sem. Nagyon jó, hogy a Széchenyi Könyvtár fölvállal egy olyan fajta missziót, hogy azokat a nemzeti értékeinket nem csak az internetes világban jeleníti meg, hanem hogy megadja a könyv élményszerűségét, kézbe fogható egy gyönyörű tipográfiák szépen elkészített munkát. Tudjuk, hogy minden könyvnek megvan a maga története. A Budai Krónikának egy nagyon izgalmas, nagyon sokrétű, nagyon sokféle módon interpretálható története van. Megint egy kicsit gazdagabbak lettünk a történelmünk ismerete által. Viszont egy jó sztorit hallgattunk meg, amit mindig mindenki szeret, a jó történeteket meghallgatni.